Jó napot kívánok! Ez a Vitalitás, az egészségtudatos nézők műsora. Mai vendégem Mester Károly, agrármérnök, természetgyógyász, és egy nagyon érdekes témát boncolgatunk ma is. Azt, hogy mitől lesz az embereknek aranyere, illetve hogy milyen összefüggés van az állatoknál előforduló végbél előreesés és az emberi aranyér között. Köszöntöm itt a stúdióban újra. Köszönöm szépen a meghívást. Ez valóban nagyon érdekes téma ez, és onnan indulunk el az állattól. Én sokszor megkapom a kritikát, hogy miért hozom ide az állatokat, de elég határozottan képviselem, hogy mert ott van előttünk, és olvasni kell tulajdonképpen, ez egy tapasztalat. És meg ott van az indián, ugye a Seattle, aki ezt tudta, tehát nem tudom mondani, hogy a sámányaik ezt meglátták, hogy eljön ez az időszak a Földön, amikor az emberek olyan betegségekkel küzdenek, amivel az állatok küzdenek, és hogy ezek között micsoda párhuzam van. Így van, így van. Tehát én nagyon sokat tanultam állattenyésztőként, és kerestem az okot. 2000 régén több százezer sertést felneveltem, és a fiatal növendék állatoknál soha nem volt belső aranyér, hívjuk így a sertésnek a végbél előesését. És amikor találkoztam vele, akkor ugye nagyon komoly kutatásba kezdtem, hogy na most akkor mi is itt a probléma? De régen ilyen nem volt? Nem. Tehát határozottan nem. Tehát én 1987-től voltam felelős vezető, tehát állattenyésztésben, 1900 sertéstelepen, 74-ben jártam először nagyüzemi sertéstelepen. Az is be volt zárva, az is úgymond, tehát nem kijárt, meg stb. Tehát mielőtt még itt próbálunk valami más irányba elvinni a dolgot. Na most, akkor találtam egy amerikai cikket, When Pigs Cry, amikor sírnak a sertések, és leírják, hogy Amerikában mielőtt eléri a sertés a kereskedelmi súlyt, 85 kiló az Amerikában, 14,2%-ának végbél problémája van. Ez nagyon kemény. És akkor mi is beleestünk utána ebbe a problémába, és kerestük az okot. Egy olyan Ellen Archibald, még mielőtt itt a sertés kapcsán ugye betámadnak engem, ő az Edinburgh-i Egyetemnek állatorvos és orvos professzora, ő azt mondta, hogy a sertés minden tekintetben modellállat az ember tekintetében, mert például a gyógyszerkísérletek legjobb eredmény mindig a sertés adja az ember vonatkozásába. Kering is ugyanaz. Tehát az emésztőtraktus ugyanaz, nem akarok belemenni. Hát és a cukorbetegeket is először sertés inzulinnal kezelték nagy sikerrel, mert egy aminósabb eltérés van például. Vagy vannak országok, ahol lehet használni például a biotermelésből származó sertéseknek a pajzsmirigyét például. Vagy de marha pajzsmirigyét is lehet Németországban például. Megkérdezik a pácienst, hogy melyiket szeretné. Na most következő a helyzet. Tehát gyakorlatilag én amikor 64 darab ilyen végbérelőses sertést, tehát Magyarországon ez a 2-3,7%-ig, de volt már olyan állomány, ahol 16% volt, ez nagyon kemény. Elvittem 64 darab állatot egy vágóhídra, és akkor na nézzük már meg, hogy ott levágják ezeket az állatokat, mi a probléma itt. Na most onnan úgymond nyílt meg az én gondolkozásom, mert láttam azt, hogy máj probléma nélkül, máj dozzanat nélkül nincsen végbőrösés az állatnál. És akkor ezeknél mindegyiknél máj probléma volt, meg volt duzzadva a máj, így hatalmas. Így van. Na most következő a helyzet. Tehát ilyenkor ugye mit csinál az ember? Itt a fonalnak a vége, és akkor gondolkodik. Aki tud, és akinek van tudása, és össze tudja rakni a mozaikokat. Hát igen, csak ugye itt az anatómiai ismeretek is kellenek hozzá, tehát gyakorlatilag ugye a gyomorszájtól a végbél felső kétharmadával bezárólag a portális keringés úgymond szedi össze a vért, és ugye kapillárisból indul, és ugye májban kapillárisban végződik, és egy fő gyűjtő ér a májkapun belép. És ha a májkapun, a májsejtek dúzzanata miatt ugye gyakorlatilag létrejön egy szűkület, akkor tulajdonképpen tehát a magas vérnyomás, tehát a hipertónia, az a portális keringésben van. Na most erre nincs gyógyszer egy mechanikai szorításra. Tedd rendbe a májat. Rendbe teszed a májat, elmúlik a magyarság.
meg egy csomó minden más is. Egyébként olvastam egy könyvben, hogy a máj az a szerv az emberi testben is, aminek a működéséről gyakorlatilag még fogalmunk nincs. Nincsen, tehát, hogy a töredékét abszolút nem tudjuk annak, hogy a máj 2000 funkcióval bír az emberi testben, és hogy mennyire kéne rá vigyázni, tisztítani, megbecsülni, mert sokkal több mindenért felel, mint amit feltételezni tudunk. És ha az analógiákat veszem, akkor nyilván az állatoknál ugyanez a helyzet, hogy a máj az egyik legfontosabb szervünk. Igen, de mondjuk a magyar nyelv azért nagyon szép, ugye használjuk is, szeretjük is. Miért szív a szív? Mert először szív, aztán pumpál. Hát mert a táplálékot keresztül szívja a májon, meg ugye a tüdőn keresztül az oxigén, tehát gyakorlatilag. Tehát lényeg a lényeg, hogy tulajdonképpen itt föl kell tenni a kérdést, hogy tömegével 2000 után az állatoknál mi váltotta ki tömegesen ezt a belső aranyeret, amit gyakorlatilag ott végbélelősésnek hívunk? Föl kell tenni a kérdést, és a kérdést meg kell válaszolni. Na a kérdés a következő, hogy nekem volt-e lehetőségem arra, hogy mondjuk egymás után mondjuk 10 csoport, és akkor lizin nélkül lizinne szabadominósoként hozzáteszem, volt lehetőségem. És kijött a probléma? Kijött. Na most én ez akadémián nem jegyzeteltem, mert én csak probléma megoldó szakértőként ugye használtam ezt a történetet a magam javára. Aztán ugye, hát ugye Béki tanár úr megismerésével, meg hát az emberek javára is tudja használni ezt a dolgot, hogy természetgyógyász lettem. Na most mi a probléma itt? Vagy hogyan alakul ki ez a probléma a végbélbe? Ugye Amerikában ezek cikkek, az emberek 70%-ának volt vagy lesz végbél problémája. Nálunk ez a szám már több mint 50%. Ezt egy proktológus orvos nyilatkozta le, előadáson én vetítem. Na most ugye a végbél alsó harmada, ugye ez minden édesanyja használja ezt a tudást, az az alsó vénába ömlik. Tehát gyakorlatilag ezért könnyebb, vagy ezért hatékonyabb ugyanaz a hatóanyag kúbbalás csillapításnál. Mert hamar felszívódik, megkerüli a máját, pufotlan. És akkor itt miről szól a dolog? Arról szól, hogy a szív kéri a vért. Igen, ám csak van egy akadály, ami miatt nem tud menni, és ugye anasztomózis, új vérerek épülnek ki a végbélnek a falába, és arra szokik tulajdonképpen egy olyan vér, ami nem megy keresztül a májon. Tehát magyarán nem történik meg a méregtelenítés. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon nagy probléma, mert aztán ebből, hogy milyen problémák következnek, ez egy nagyon-nagyon érdekes történet, attól függ, hogy mit tettél, és aztán az gyakorlatilag közvetlen a véráramba kerül, és ebből aztán vannak közvetett problémák, amikről szerintem nem is tudjuk, hogy tulajdonképpen ez erről szól, hogy detoxikálatlan vén van a keringésben. Na most a megoldás micsoda? Itt ez a kérdés, mi a megoldás? Hogy mit csinálja ezt a máj problémát? Ezt a kadaverin csinálja. Tehát gyakorlatilag, ha lizin szabad aminosavként belekerül az állatoknak a takarmányába, akkor a májban és a húsban is ott van a kadaverin, és gyakorlatilag ez a kadaverin, ez felszívódik, és gyakorlatilag ez csinálja a máj problémát. Hát ezen nem szívesen gondolkodnék el mélyebben, de azért úgy átfutott rajtam a gondolat, hogy te jó ég. Tehát akkor az állatok betegek, ugye ott a kadaverin, mi történik ezekkel az állatokkal? Kényszervágásra mennek nyilvánvalóan. Hova kerül ez a hús? Állati takarmányba? Tehát emberi fogyasztásra? Vagy ez... Igen, tehát... Hát ezt azért fel kell vetni, ezt a kérdést, ez nem kellemes, de nekem azért fontos az, hogy miután húsevő vagyok én is, a családom is, bár keveset eszünk, de nem mindegy, hogy milyen minőségű húst eszünk. Tehát beteg húsokat eszünk, persze, hogy betegek leszünk. Tehát tulajdonképpen itt nagyon-nagyon veszélyes videkre megyünk, mert ha az Európai Unió bioélelmiszer előállítási törvényeit megnézzük, tehát amikor önnek egy kollégája, egy belgyógyász hölgy, orvos hölgy, fölhívott, nagyon jó viszonyban vagyunk, hogy vett a biopiacon mangalica szívet. És munkahipertrófiás szíve van a mangalicának. Ez azt jelenti, hogy ez megint lizin kérdés. Tehát minden harmadik sertésnek egész életében magas volt a vérnyomása. Persze, hát ha neki
már eleve még nem jött ki ez tünetekbe, de már ott szökik a vér, természetesen a portális keringésen van a szűkület, és gyakorlatilag ott van a hipertónia, ami az egész szervezetet ugye hipertóniássá teszi. Na most következő, ha biotakarmányban lehet használni lizint szabad aminosavként, hol vagytok tudósok? Akkor miről beszélgetünk, igen? Tehát most ugye nagyon sok orvos barát megkeres, most is volt egy nagyon gondolkodó orvos, önnek orvos kollégájával beszélgetésem, és gyakorlatilag ő elmondja, hogy ezek mennyire fontosak, amiket én csinálok, hogy tulajdonképpen itt a probléma az nem a medicinában van. A probléma az agráriumban van, és az élelmiszeriparban. És tulajdonképpen az én generációm, én 58 decemberében születtem, gyakorlatilag mi voltunk a 90-es évek elején, közepén döntéshelyzetben, az én generációm. Én generációmnak óriási a felelőssége. Az, hogy megengedték a génmódosítást, azt, hogy szabad aminósavként a teremtés törvénye ellen dolgozunk, és tulajdonképpen itt lenne a megoldás. Kérdés a következő, hogy mi ezzel az Európai Unióval, ami van, hova megyünk, mindenbe szembe megyünk már, hál' Istennek, ebbe is szembe kéne menni, mert ezek tudományos tények. Tehát itt nem lehet hova elbújni. Itt ezelőtt 30-40 évvel itt nem volt hisztamin érzékeny ember, itt nem volt cukorbeteg, itt nem volt egyes típusú, kettes típusú. Valamit csináltunk például a mitokondriummal. Tehát el kéne gondolkodni, mert itt a fekete pontokból kéne törölni. Megoldás ebben az esetben is micsoda? Amit elmondtunk a hisztamin érzékenység kapján. Legelő állat, az nem eszik lizint, abban nincsen kadaverin, halászott tengeri hal, az nem eszik lizint, nincsen benne kadaverin, és nagyon sok fiatal levelez zöldség. És gyakorlatilag, mert a rossz bélbaktériumok által termelt toxinok, azok hol mennek el? Hát ugyanúgy közvetlenül a keringésbe jutnak. És ezért veszélyes. Elvesztek az egész szervezetet. Így van. Mert nincs kontroll, nincs ott a máj. Tehát kell hozzá a mikrobiomot is rendbe tenni, mert kell hozzá. És ugye gyakorlatilag megint most én egy idealista vagyok egyébként sajnos. Tehát olyan értelemben idealista vagyok, hogy csináltam az állatoknak egy állatgyógyász, egy gyógyhatású terméket. És egy nagyon durva máj problémával küszködő pulyka telep, ahol gyakorlatilag ezek tenyész állatok voltak, 22-23 hetesek, napi 3% volt a máj probléma miatt az elhullás. Az 10 nap alatt 30%-ot belebukott. És a kollega, aki mellesleg nagyon jó barátom volt, hogy akkor az volt az első tapasztalat az állatgyógyászatiban, odaadtuk neki, és azt mondta, hogy 2 nap alatt megállt az elhullás. És akkor mondja, hogy hát hogy miért van? Hát most ugye a fulvósavnak az a tulajdonsága, hogy kellát és komplex képző, és mi ezt modelleztük, hogy ott van a 3 és feles pH-n, 37 fokon, 3 perc alatt a fulvósav komplexet képez a szabad aminosav lizinnel, nem ömlik rá a kadaverin, a mikrobiomot abban a pillanatban már kezeli, tehát gyakorlatilag a rossz bélbaktériumok már, van egy kis probléma, mert endotoxin képződik először, de utána már ugye nem, és gyakorlatilag ezzel a két történettel a mikrobiomot rendbe teszem, segítem, mert lizinre szükségünk van, tehát ezért nem értik az emberek, hogy mi a baj a lizinnel, hát csak hogy a szabad lizinnel. Így van, szabad a karsai féle 1982-es állatorvosi korélettan könyve, olyan szépen leírta a professzor úr, ebből tanulnak az állatorvosok. Legkisebb eltérés szabad aminosavként komoly problémákat gerjeszhet, de fehérjébe bármilyen alánytalanságot a szervezet gond nélkül tud kompenzálni. Beszéljünk most egy picit a termékekről, hogy milyen koncepció szerint lettek összerakva, tehát hogy ezek kombinált termékek, mi miért van bennük? Igen, tehát én azt szoktam mondani, hogy koktélhatású termék, tehát ketten a doktornővel elmegyünk Havannába egy bárba, én azt mondom, hogy nagyon jó koktélt kaptam, ön pedig azt mondja, hogy hát annyira nem volt jó ez a koktél. Miért? Azért, mert egy nagyon szép fiatal nő rázza azt a koktélt nekem, ami a koktélben volt, az is tetszett, meg a fiatal hölgy is tetszett. Doktor meg azért nem is volt olyan szép az a lány. Na, így van. Így van. Ez a koktél hatás, ez egy koktél hatású termék. Tehát magyarán több hatóanyag van benne, így és van. Ezek egymást
potenciálozzák, tehát megerősítik és növelik egymás hatását. És tulajdonképpen ugyanazok a hatások, mikrobiom probléma, ugye lósóskamag, az fölismeri, melyik a jó és melyik a rossz. Tehát a baráti tűzelve bele van építve. Tudja, melyik a jó. Egyébként egysejtű parazita ellen is nagyon jó, tehát a nyulaknál a kokcidiózisnál ragyogóan működik, tehát Giardia például. A másik dolog az, hogy gyakorlatilag keringés. Tehát ugye az áfonya levél, tehát a fekete áfonya, a vad áfonya a nagyon nagy mennyiségben tartalmaz, ami segíti a nitrogén monoxid termelődő képességet. Erdélyben minden cukros tejában az öregek áfonya leve teját isznak, azért mert segíti a keringést, nitrogén monoxid termelődést, meg ugye cukor problémát is, mert ott is a nitrogén monoxid hiány vastagon benne van. Ugye orvosi zsája van benne, ami szintén a mikrobiomot befolyásolja, nyálkahártya védő fehérjék, vagy gyógynövények vannak benne, és ez a fulvósav. Tehát én amikor láttam ezt a problémát, hogy lizin szabad aminosavként milyen problémákat csinál, akkor föltettem a kérdést, hogy teremtette a Jóisten egy olyan molekulát, amelyik, ha találkozik vele a gyomorba, létrehoz egy komplexet, lizinre szükségünk van, eszenciális aminosav. Komolyan szükségünk van a lizinre. Hogy kell egy komplexet képez vele, és úgy szívódik föl, és nincsen vele probléma. Igen, teremtett, ezt úgy hívják, hogy fulvósav. Ez egy tulajdonképpen egy polikarbonsav, ami tulajdonképpen hát a Leonardit-ból van ez előállítva, tehát tulajdonképpen ilyen tőzegféle anyagból, és gyakorlatilag föld alatt, nagy nyomáson, ezek a, tehát a növényi, tehát mint a, mert ugye, tehát a lignin, leonardit, barna szén, fekete szén, gyémánt, attól függ, hogy hány éves. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon érdekes tulajdonságú molekula, hogy a növényeknél a gyökér mellett ez a közvetítő, tehát hihetetlen, hogy a talajban milyen szerepe van, vagy ugye ez egy minden pH-jó vízben oldódó anyag, és ezért a hegyekből lejön a patakokkal, és tulajdonképpen ameddig mi patak meg folyóvizet ittünk, ez a fulvósav, ez itt volt minden nap az embereknek a szervezetében, most nincs. Tehát aki Erdélyben mondjuk borvizet iszik, tehát nem áspalackozott ásványvizet, abban ott van benne, és tulajdonképpen ez az, ami nagyon sokat segít, tehát segíti kivenni a lizinnek a káros hatását. Ebben van egy fulvósav arginin komplex, bár ezt az ógye így nem szereti, azért, mert hogyha mi ezt külön megcsináljuk, tehát a fulvósav az körülbelül 3 perc alatt az argininint elkapja, és gyakorlatilag arginin fulvósav komplex lesz belőle, gond nélkül föl tud szívódni, és az arginin a donorja a nitrogénmonoxidnak, és a nitrogénmonoxidnak keringésbe immunrendszer, idegrendszer, tehát az idegi vezetésben, mitokondriális energiatermelésben, cukorbetegeknél, mert az sérül, a mitokondrium sérül. Tehát gyakorlatilag, és én jót szerettem volna csinálni, mert ilyen ideális, vagy hogy mondjam, ilyen, hát én egész gyerekkorom az állatokról szólt. Na most még van egy nagyon fontos dolog a májjal kapcsolatosan, ezt elmondom, ez a Mária tövis. Ez a szilegon volt tablettában az embereknél. Én meg a legalon kapszula. Na most a legalon kapszula az Mária-tövis olaj, génmódosított szójalecitinnel. Pont. Akkor elmondom, hogy hogyan dolgozzuk még mi 7 lépésben a Mária-tövis modult, ami egy modulja ennek az állatgyógyászatén fel humán terméknek is. Kiszámoltam annak idején, hogy egy kocára mennyi szilimarin kell. És mondom, nagy baj van. Nagyon drága lesz, ezt nem fogják megvenni. 2 választás van. Csinálunk egy marketing terméket, el is igazítottak ebbe, hogy így kell csinálni, szép fotó, aztán jó duma mellé, és akkor működik majd egy darabig. Na mindegy. Lényeg a lényeg, hogy tulajdonképpen megálltam, és azt mondtam, hogy nem akarok ilyet csinálni, én azt akarom, hogy működjön. És akkor félretettem egy kicsit, és azért hát, ilyen idealizált dolog ez, de azért így volt, hogy Jóisten azt mondja, érlelődjön még ez a gondolat komám. És akkor kerestem, és találtam egy amerikai szabadalmat. Akkor 27 éve lejárt szabadalom volt, aminek az volt a lényege, hogyha a szilimarin, mint olajos, tehát olajban oldódó, zsírban oldódó, tehát ugye
apolláros hatóanyag mellé teszed a porálosakat, tehát ami vízben oldódik, akkor ez potenciálja, tehát adjúvás hatással van a szilimarinra, és akkor 4,6 kötőjel 10-szeres a hatékonysága. És akkor sokkal kevesebb szilimarin kell, de a hatékonyság meg lesz. Így van, na most következő a történet, ez a lényege valóban, hogy akkor csináljuk meg. És a Mária Tövis olaj az sárga színű, a pogácsája az ilyen sötétbarna, és amikor mi ezt, hát nyilvánvalóan az nem volt leírva, hogyan kell megcsinálni, mert azt azért nem írták le, mi ezt megcsináltuk, és azt mondtam, hogy győztünk, mert itt van. Amikor ez a sötétbarna termék olyanná változott, mint a Mária Tövis szíromlevele, akkor azt mondtam, hogy van jó Isten, ez a csoda itt. És gyakorlatilag mi ezt így csináljuk meg, és ezért nagyon hatékony. Ez egy másik dolog, hogy mi napraforgó lecitint használunk, mert tulajdonképpen az a lényeg, hogy ha epeürülési probléma van, akkor is tud segíteni, mert ugye Janfifil tulajdonságú a lecitint, tehát ugye beviszi, ugye hozzátesszük a lecitint a húsleveshez, akkor zavaros lesz, nem jön föl a tetejére a zsír, és tulajdonképpen így nagyon hatékonyá tudjuk ezt tenni, és hát ez a nagyon-nagyon a teremtés szerinti gondolkozás, ez úgy néz ki, hogy visszajön az embereknél is, tehát nyilvánvalóan fekete pontokat ugye törölni kell, vagy minél többet töröljünk belőle, és akkor ez a piros pont is sokat tud segíteni. Tehát akkor ez a termékcsalád teljesen természetes összetevőkből áll. Így van, abszolút. Tehát a fulgósav az egy természetes anyag, ami gyakorlatilag 64 lizin molekulát tud magához kötni, tehát nem kísérletezek az én magamon, mert én, tehát gyakorlatilag ez az állatnál látszik, hogy tulajdonképpen nagyon érdekes történetek vannak itt az állatgyógyászatinál. Csak hát ugye, hogy fogalmazzam meg, tehát én nagyon nagy ellenszélbe dolgozok. Tehát nagyon nagy ellenszélbe dolgozok, itt minden tökéletes, minden nagyszerű, nincsen semmi probléma. Aztán amikor a föld bajait utoléri, tehát ami éri a földet, mondta Seattle, az a föld fiait is utol fogja érni, tehát Itt tartunk, tehát a aranyér probléma az nem derékon alul van, az a nadrágszíj fölött van, mert ez máj probléma. És a máj problémánk meg ugye megint a helytelen táplálkozás, helytelenül elkészített tápok, tehát vissza kell térni a gyökerekhez megint csak, tiszta élelmiszereket kell magunkhoz venni, és ezek a termékek szerintem ugyanúgy használhatók egészségmegőrzésre is, tehát akinek még nincs problémája, annak örülünk, de attól még a mikrobiomot, meg a májat meg lehet ezekkel a termékekkel támogatni. Csak igen, esetleg más adagolásban kell, gondolom, kevesebbet kell belőle fogyasztani, de meg fogja hozni az eredményt. Tehát sajnos, ugye, mikor megkérdezi valaki, hogy kúraszerűen kell ezt alkalmazni, nem. És mikor nem kell alkalmazni? Ha visszamész 50 évet és nagyapáddal ülsz reggelizni, akkor nem kell. Mert akkor a szalonnába, mondjuk a főt füstölt szalonnába nem lesz benne a lizin. Mert sajnos mindenbe teszik, mert megvan a lehetőségre, hát jogszabály szerint van. Tehát én nem szeretem bántani a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hatóságot, mert ne bántsuk őket. Persze. Nehéz helyzetben vannak ők, próbálják tenni, amit tenni kell, egy probléma van, hogy ők nekik a jogi törvények szerint kell dolgozni. Igen. És van fölöttünk ez az Európai Unió, akit gyakorlatilag a szabadkereskedelmi egyezmény révén, ugye az Amerikai Egyesült Államok Food and Drug Administration, az ugye az Élelmiszerbiztonsági Hivatal egyszerűen megerőszakol. Így van. Ez lesz a mai beszélgetésünk végszava. Nagyon szépen köszönöm ezeket a hasznos információkat. A nézőktől pedig azzal búcsúzunk, hogyha lemaradtak esetleg valamelyik adásunkról, vagy szeretnék az adásainkat visszanézni, ezt megtehetik a YouTube-on, a Facebookon, Vitalitás műsorok címszó alatt, és ne felejtsék el. Legnagyobb kincsünk az egészségünk, és van választásuk abban, hogy az egészségüket vagy a betegségüket menedzselik egy életen át. Mára köszönöm a figyelmüket, további szép napot kívánok Önöknek, viszontlátásra!